Indul a Mandula! Sziasztok, Molnár Andrea vagyok, és egy tavaszi szünet után újra itt a Mandula, a város egyetlen ifjúsági műsora. Mai vendégeink Kozma Béla és Gajdó Ödön, mert az előző műsorokban bemutattunk néhány iskolát, ezt szeretnénk folytatni, természetesen most kicsit újítottunk, és szó lesz a HI Egyetemről is. Indul a Mandula! Itt van velem a stúdióban a Gajdó Ödön, a Koskároly Iskola Központ rendszermérnöke. Szia! Sziasztok! Szia! Mióta vagy a sulinál? Én körülbelül 3 éve érkeztem a sulihoz. És milyen osztályok vannak? Tehát akik idejönnek, miket tanulhatnak? 4 féle technikum van, amit tanulhatnak. Van architektúra, design, ez ilyen belső design tervezés. Akkor van faipari technikum, textilipari technikum és építőipar. És ez mellett még mennyire aktívak a diákok? Tehát diáktanács, újság, ilyesmi van? Igen, működik a diáktanács, és rengeteg szervezvény van. Most nyertek egy pályázatot Magyarországon, voltak kirándulni, azt hiszem, hogy Ókuszteszeren. Akkor farsangot rendeztek, tehát elég ügyesen tevékenykednek. Jól hangzik. Vannak bulik minden ezek szerint. Igen, igen. És sporttal, hogy álltok, szoktatok járni sportversenyekre, vagy? Elég komoly sport felszerelésük van. Rengeteg sporteszközökkel, van konditerem, most újították fel egy olyan 2 éve a sportpályát, teljesen úgy van téve. Milyen diákoknak ajánlanád ezt az iskolát? Hát mindenképpen olyanoknak, akik valamilyen szakmát szeretnének elsajátítani, és utána azzal elhelyezkedni a nagyvilágba. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Szia! Sziasztok! Itt van velem a stúdióban a következő vendégünk, Kozma Béla, a Bábesbolyai Tudományegyetem közigazgatáskarának hallgatója. Szia! Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Hogy kerültél erre az egyetemre? Ez egy kicsit bonyolult volt. Egyrészt figyelembe vettem, mivel nagyon közel van a szülővárosomhoz, úgyhogy nem kell sokat navétázni, nincs nagy távolság, közel vagyok a szülőkhez. Másrészt pedig szerettem volna egy olyan szakot választani, ahol tudom, hogy biztos alapokat tudok lefektetni a közeljövőbe, és hogyha majd megkapom azt a bizonyos diplomát, akkor el tudok vele helyezkedni. Milyen a hangulata az egyetemen? Egészen jó, egész megfelelő, én meg vagyok elégedve vele, hát ez osztályoktól függ. Például a mi osztályunk, hát ez nagyon összetart, oda teszi magát, hogyha bármilyen rendezvény van. Ott volt például a Gólyabal, nagyon sikeresen megszerveztük, jól összejött, mindenki jól érezte magát. Mit foglal magába ez a közigazgatás szak? Pontosabban itt nagyon sok tantárgyról van szó, hát közigazgatás így általában az emberek mindegy közigazgatási intézményre gondolnak, de hát egyrészt nagyon széles körű, itt van az etika, a szociológia, kommunikáció, politológia, közigazgatási történelem, úgyhogy jók, különböző féle jogok, mint például a családjog, büntetőjog, közigazgatási jog, úgyhogy nagyon sok minden tartozik ide. Mi a különbség a suli és az egyetem közt? Közel sem hasonlóak, én szerintem, úgyhogy egyrészt az egyetemi órák azok úgy vannak, hogy vagy délelőtt, vagy délután, úgyhogy ez nincs megosztva, vagy megoldva, úgyhogy most például 10 órától egészen délután 4-ig egy szuszba óránk vagyunk, utána szabad, hanem van 4 óra vagy 2 óra, utána 1 óra szabad, sokkal lezserebbek az órák, nem veszik annyira komolyan, napról napra nem kell készülni, úgyhogy ez egy fontos előny, én szerintem. Akkor gondolom az egyetemi élet jobban tetszik, mint a sulis élet. Persze. Van egy fél év vakáció, úgymondva effektív részemről 1 hónap, ami a kemény tanulás, ugye a vizsgai időszak. Milyen érzés az új épületben egyetemistának lenni? Tehát mi a különbség a régihez képest? Hát csodálatos, az elmondhatatlan, hisz lent a régi az ugye egy régi épület, úgyhogy annak nem egyetemi kinézete volt egyrészt. Itt fent, tehát új épület, friss levegő, új helyszín, sokkal közelebb van a lakásomhoz. Persze úgy néz ki, mint egy igazi egyetem, úgyhogy sokkal jobban elfogadhatóbb. Tehát környezet szempontjából is jóval optimálisabb. Persze. Mik a jövőbeli terveid? Jövőbeli terveim, hogyha sikerül sikeresen elvégezni az egyetemét, akkor én mesterivel gazdagítanám a tudásomat, majd utána elhelyezkedni egy olyan közigazgatási intézményben akar, ahol biztos állásra találok. Szerinted miért jobb, ha a diákok ezt az egyetemet választják? Tehát miért jöjjenek erre az egyetemre is, mondjuk ne a Kolozsvárira? Én szerintem itt Sepsiszentgyörgyön ugyanazt tanítják, amit Kolozsváron, semmivel se egyéb. Nem különböznek a tantárgyak, se a tanárok, se a szigor, ugyanúgy zajlanak le a vizsgák, a szemináriumok, a jelenlét is ugyanannyira számít, főleg ingyenes és nappali tagozatnál, közelebb van, és nem kerül olyan sok pénzbe.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önök Kozma Bélát, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikációkar, közigazgatás szakának Sepsiszent Györgyi kihelyezett tagozatán tanuló hallgatóját hallották. Sziasztok, köszönöm. A Mandula! Most pedig következzenek a már jól megszokott ifjúsági hírek. Hát az elmúlt időszakban nagyon sok esemény történt, mint például a háromszéki diáknapok, Szentgyörgynapok, de ezekről olvashattatok az újságban, hallhattatok a rádióban, úgyhogy ezt nem részletezném. Következzenek hát a friss hírek. Ilyen például a Sepsiszentgyörgyön megrendezett pedagógusok kupája, amelyre benevezhetnek úgy tanárok, mint diákok. Ez június 3-án pénteken 19 órától lesz megtartva a sportcsarnokban, és a jelentkezéshez szükséges feltételeket elolvashatjátok az emihírek.ru oldalán. Ennyi volt már a Mandula, köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk jövő héten. További kellemes időtöltést nektek. Molnár Andreát hallottátok. Sziasztok!